A VMS Bácskos útfalvi szabadtéri kampányán többek között Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke, Fremond Árpád, köztársasági parlamenti képviselő, valamint Fazekas Robert, a Bácskos útfalvi helyi közösség elnöke vettek részt. A politikusok elmondták, fontos, hogy minél többen éljenek állampolgári jogukkal, és vegyenek részt a májusi választásokon. Egy kicsit próbáltunk az emberekkel beszélgetni, átadtunk egy noteszt, átadtunk egy örökírót, ami szimbolikus, de azért van neki egy nagyon fontos szimbolikája. Ez pedig abban nyilvánul meg, hogy például ezen a kis noteszen felsoroltuk, hogy mi mindent csináltunk meg az utolsó 4-5 évben. A tartományi képviselőház elnöke a VMS országos, tartományi és önkormányzati pozícióinak megerősítését látja reális célnak az egy hónap múlva esedékes választásokon. Egy olyan európai Szerbiáért küzdünk, amely valójában az itt élő emberek, az itt élő polgárok és nemzeti közösségek érdekeit is szem előtt tartja. Fremond Árpád, köztársasági képviselő, többek között a NATO-hoz való csatlakozás fontosságát hangsúlyozta. Hogyha közelni szeretnénk az Unióhoz, csatlakozni kell a NATO-hoz, Szerbiának egy biztonságos, nyugodt országnak kell legyen, és a külföldi befektetők fejébe is annak kell, hogy látszon, akkor tudunk majd elindulni igazán csak Európa felé, és akkor tudunk külföldieket nagy számban ide vonzani, és akkor tud az ország tulajdonképpen több munkát is biztosítani az embereknek. A szerbiai választások május 6-án lesznek. A kampánycsend pontosan egy hónap múlva kezdődik.